mai este csak idejébort kóstolunk, vagy 5 évnél idősebbet. Gál Lajos pincészete adott otthont annak a borvacsorának, amit az egri Vikavér borlovagrend rendezett a Márton napi hagyományokhoz kapcsolódva. A tagok és a meghívott vendégek libás ételeket kóstolhattak az újborok és az óborok mellett. A borászok, igaz, az újborral erre az időszakra már megjelennek, és ehhez nagyon jó kapcsolódik a liba napnak a kérdésköre, amely igaz a advent előtti 40 nap tekintetében az utolsó nagy lakoma, és utána innentől kezdve pedig a felkészülés az ünnepekre. A borlovagok egyik küldetése a hagyományok ápolása, ezért tartják fontosnak a mártonnapi lakomát. Elsőként hideg előételként egy kis libazsírt hoztunk, konyakos libavány pástétommal, lilahagymával, paradicsommal. Ezt követi majd egy májat és zúzát is tartalmazó lodaskása, majd ezt követően hagyományosan libacomb, ropogós bőrrel, illetve ehhez dísztelt vöröskáposzta, és desszertként pedig ludláptortával készültünk gránátalma mártással. A meghívott vendégek között szerepeltek az egri borbarát hölgyek, valamint Tarsó József egri hegybíró is, aki az idei szüretet értékelte. Már azt érezzük, hogy milyen potenciál van a borokban, mit várhatunk, milyenek az illatok, milyenek a savak. Ugye ezek az alap élmények gyakorlatilag, főleg fehérek esetében, de azt hiszem, hogy a vörösborok is nagyon szép úton vannak, jó úton vannak. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy jó évjárat lesz. Kiderült azért, vagy kiderül folyamatosan, hogy azért az éréshez a szőlőnövény igenis igényli a vizet, és ugye most elég csapadék volt az idén. Mint elhangzott, különleges évjárat az idei, amit jó minőség és elegendő mennyiség jellemez, valamint a felvásárlási árak és a hektáronkénti árbevétel is megfelelő.